Radnóti Miklós. Sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár, sosem nekem. Merengjel hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újraépül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van. Nem nézek vissza többé, és tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Sem emlék, sem varázslat, ez volt a Radnóti Miklós költeményének a címe, amit előadott Balázs Fanni. Ő a fehérvári versőnepnek az elődöntőjén mondta el ezt a verset, és be is jutott a döntőbe. A mai beszélgetésekben ő az egyik vendégem, és lesz majd egy másik vendég is. Köszöntelek itt a stúdióban, Fanni. Először is arról kérdeznélek, hogy miért pont ezt a verset, ezt a szerintem tényleg csodálatos verset választottad, Radnóti Miklós költeményét? Azért is választottam ezt a verset, mert én is koromnak azon szakaszában vagyok, ahol meg tudott fogni az a kétségbeesés, ami Radnótinak ebben a versében is tükröződik. Természetesen teljesen más a két helyzet, amiben Radnóti volt, meg amiben én vagyok, de úgy éreztem, hogy ez a vers, ez tényleg az a visszafojtott bánat, és az a félelem, meg az a düh, ami benne megfogalmazódott abban az időben, amikor élt, ez ebben a versben teljesen átjön, és ezt akartam volna átadni a közönségnek is akkor ott a versünnepen. Amúgy így Radnóti Miklós az egyik kedvenc költőd, mondhatjuk így? Tehát, hogy szereted nagyon az ő verseit? Igen, Ady Endre mellett Radnóti a másik nagy kedvencem, nagyon szeretem ezt a mélabúságot, ami ugye a versben átjön, meg sokan mondták már, hogy nekem ezek a lassú, szomorú, balladaszerű versek jól állnak az én hangszínemhez, meg ahogy beszélek, és ahogy kommunikálni tudok a publikummal a versen keresztül. Nem egy hosszú vers egyébként, ez a két versszak, de abban a két versszakban nagyon sok minden benne van, nagyon sok minden gondolat és érzés. Mennyire volt nehéz értelmezned ezt a verset, vagy felkészülnöd ebből a versből? Mint mondtam, pont olyan lelkiállapotban voltam akkor, hogy ránéztem a versre, elolvastam egyszer, és úgy voltam vele, hogy Úristen, ezt a verset nekem most el kell mondanom, mert most fogom tudni a legjobban átadni, és semmilyen másik alkalom nem lesz erre, nem ad erre lehetőséget, és így nagyon egyszerűen sikerült az értelmezés. Ennyi. Mennyire nehéz egyébként szerinted ott állni a zsűri előtt, és egy verset átadni a közönségnek? Mennyire volt nehéz neked ott az elődöntőben? Hát
az elején rettegtem. Életemben először voltam a versünydöpön, és hallottam, hogy ez a város egyik legnagyobb szavaló versenye. Ezért kicsit féltem is, de már lassan 10 éve járok szavaló versenyekre. Annak idején prózamondó versenyekre is jártam, bár ez mostanában elmaradt. De én úgy nem féltem, és minden versenyen úgy vagyok. A versenyöppel is úgy voltam, hogy nem veszítetek semmit. Itt van a zsűri, biztos megvannak a szempontok, ahogy ők értékelnek, és akkor vagy megfelelek, vagy nem. Én mindent megteszek azért, hogy a legjobbat kihozzam magamból, és elsősorban mindig saját magamért szavalok a színpadon és a közönségért. Persze ott a zsűri, akik értékelnek, és aki által bejutottam a döntőbe, de ez engem sosem félemlít meg így általában. Úgyhogy. Ugye mondtad, hogy most először voltál ezen a versenyen, most először vettél részt. Tovább miért nem indultál? Hogy miért nem mozgatott ez a verseny téged? Mondták nekem, osztálytársaim is voltak, akik mondták, hogy Fanni, indulnod kéne a versenynepen. Én pedig még úgy éreztem, hogy nem vagyok rá elég képzett, vagy nem tudom, úgy éreztem, hogy még nem vagyok rá eléggé felkészülve, és ebben az évben mondta a magyar tanárom, hogy itt az idő, most induljak, és akkor erre választunk egy jó verset. Úgyhogy, de nagyon rettegtem, és emlékszem, hogy a verseny reggel én még úgy voltam vele, hogy én inkább nem megyek. Nagyon, nagyon megijedtem emiatt, hogy ez a város legnagyobb szavaló versenye, és ez a gondolat nagyon megijesztett, úgyhogy, de most ebben az évben úgy éreztem, hogy most állok erre készen. Akkor kellett volna egyébként kihagyni. És akkor ez a tanárnő vagy tanár segített téged egyébként így a felkészülésben, vagy hogyan készültél fel a igen, versenyre? Igen, a gimnáziumi magyar tanárom segített felkészülni, és ő nagyon minden versenyen támogat, és ha teheti, akkor ott van, és tényleg én nagyon sokat köszönhetek neki, amiatt, ahogy felkészített, mert persze ez rajtam is múlik, de nagyon nagy részben az ő háttérmunkájának köszönhetem azt, hogy ennyi versenyen általában sikereket érek el, és ha ő nem lenne, és nem segítene nekem, biztos, hogy nem sikerült volna így ez a versünnep sem, mert tínédzserként még a maga biztosságom az még valamennyire ugye kicsit rezeg a léc alattam, de a tanárnő mindig megmondja, hogy én annyira jó vagyok, és tényleg egy olyan tehetség rejlik bennem, hogy ezt kár lenne veszni, hagyni, és ő nyomja. És egyébként, hogyha a tanárnő nem küldene ezekre a versenyekre, akkor én önszántamból biztos, hogy nem mennék, és az még nekem is egy nagy, nagy veszteség lenne. Hova jársz, melyik iskolába, hányadik osztályos vagy? A Székesfehérvári Teleki Blanka gimnáziumban járok, és 10-es vagyok. Szeretem egyébként azt a gimnáziumot. Az elején voltak vele nehézségeim, mikor 7-ben oda kerültem, 6 osztályos évfolyamon vagyok, és az elején nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy be tudjak férkőzni a többiek közelébe, mert én voltam az, aki úgy nem is akart oda menni, őszintén szóval pedig egy nagyon jó gimnázium, de úgy voltam vele, hogy én annyira nem is akarok, és nagyon sokat küzdöttem az osztályommal is, hogy fognak hozzám viszonyulni, és az elején nagyon rossz volt az egész osztály és a közöttem levő kapcsolat. És ezzel én végig küzdöttem 3 évet, és most így 9. vége, 10. eleje az, hogy azt mondhatom, hogy jóban vagyok az osztályommal. Mert voltak bennem olyan gátlások, és olyan, hát ez megint igen egy hosszú történet, hogy hogyan mik folytak le így az osztályom és én köztem, az osztálytársaim hogy néztek rám, meg én hogy néztem rájuk. Hát nem voltam hozzájuk túlságosan
kedves ember, de ebből tudtam fejlődni, tehát nekem mindig ez volt a lényeg, hogy és most is, hogy mondjanak nekem olyanokat, amiből fejlődni tudnak, és nagyon kritikus egy osztály, tehát akárhányszor el kell szavalnom, mindig el kell szavalnom versenyek előtt az osztálynak a versemet. És akkor ők mondják meg, hogy mi az, ami jó volt benne, mi az, ami nem, tehát ők is tényleg kritikát fogalmazhatnak konkrét, meg. Konkrét szakértők, tehát a magyar tanárom is mondta, hogy mintha magyar tanárok lennének, az egész osztály. De tényleg nagyon jó kritikát mondanak. De akkor ez segítség is lehet. Igen, neked. Igen, nagyon sok segítség. Mi a következő vers egyébként, amivel a döntőre készültél? Már megvan-e a versed? Igen, Federico García Lorcának az Alvajáró románca lesz. Elég hosszú egy vers, de ha igazán jól felkészülök, és biztos, hogy felfogok, nagyon szeretném, hogy ez a verseny jól sikerüljön, vagy legalábbis a vers, és saját magammal szemben is tudjak úgy teljesíteni, ahogy én szeretnék, ahogy én elvárom magamtól, akkor ez egy nagyon jó vers. Tehát. Ugye ebben fog téged segíteni egy mentor is, nem sokára indul majd a mentorprogram. Mit vársz egyébként így a mentorral való találkozástól, az ő segítségétől? Már elkezdted esetleg a verset úgy magadban feldolgozni, hogy körülbelül hogyan lehet, vagy pedig ezt a mentortól várod majd? Igen, már elkezdtem nézegetni a verset, tanulgatom is, elég nehéz vers, és a mentoromtól igazából olyan nagy elvárásokat, tehát hogy nem szeretek soha elvárni emberektől dolgokat, de érzem, hogy ha egy mentor ott lesz mellettem, egy olyan műértő ember, egy olyan szakértő, és emellett a magyar tanárom is folyamatosan segít a vers tanulásban és a gyakorlásában. És ha ott lesz mellettem egy mentor, akkor az rajtam nagyon sokat fog javítani, és jól fogod tudni előadni majd a döntőben. Nem kérdeztem tőled, de most így a beszélgetésünk végén megkérdezem, hogy neked egyébként vannak terveid így azzal kapcsolatban, hogy versek, hogy előadó művészet, hogy bármi, ami a hanggal és a szavakkal, a magyar beszéddel kapcsolatos? Igen, konkrét tervem is van, színész szeretnék lenni, ez már nagyon régen megfogalmazódott bennem, még második osztályos lehettem, mikor jött az a gondolat, hogy én biztos, hogy színész leszek, és ez így voltak hullámvölgyeim. Volt, amikor nagyon úgy éreztem, hogy ez biztos, hogy sikerülni fog, biztos, hogy színész lehetek, és aztán jött egy pont, ahol meg itt teljesen megzuhantam, hogy olyan elvárások vannak színművészeti egyetemeken, meg színi iskolákban a színészek felé, hogy az megijesztett. És úgy egy időre ez így elmúlt, és most megint úgy vagyok vele, hogy annyi löketet kaptam ez a versenynep is, azzal a tudattal, hogy kapni fogok egy mentort, ez nekem nagyon sokat dobott, és így megint szilárd bennem az elhatározás, hogy színész leszek. És jó úton is haladsz a felé. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk volt, tehát további sok sikert kívánunk a döntőben is, és így az életed során is. Köszönöm szépen. Markó Béla. Ajakkerekítés. Honnan is tudhatnátok, hogy igazából melyik a legszebb magyar szó? Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír, Kosztolányi Dezső listája. Dehogy. Pontosan 40 éve. 1978-ban, amikor először jártam nálatok, megtanultam egyszer s mindenkorra a legszebb magyar szavakat. Bihar keresztes, nyugati pályaudvar, vagy ami felejthetetlenül gyönyörű, máig könnyed csal a szemembe, közért. Ó, azok a hosszú ékezetek!
és az ajakkerekítéses vonatállomások, városok, utcák, cégtáblák mindenütt. Jöttem a veláris inségből. A háztetős magánhangzók, a mással hangzók aljára akasztott, üresen himbálózó kampók világából, ahol már csak itt-ott, már csak egy-egy színházteremben lángolt, gyöngyözött, csókolt sírt Kosztolányi Dezső. Hát van-e annál meghatóbb, mint félhangosan elolvasni? Batthyány tér. Aztán a legszebb magyar mondatok, például tessék vigyázni, záródnak az ajtók. Ó, az a magyar bariton! Az az összmagyar robogás József Attila Dunája alatt. Nem hallgat a mély. Micsoda tévedés! Hanem száguld! Újságot olvas magyarul, míg fölöttünk tovahömpölyögnek az Erdélyből jött árvízi hajós izzadság cseppjei. Aztán a szívet-lelket lenyűgöző változatosság ugyanazon a könnyed, mégis férfias hangon megállóról megállóra. Az ajtók záródnak, kérem vigyázzanak, vagy csukódnak az ajtók, tessék vigyázni, és így tovább. Ülni 27 évesen, két gyerekes családapaként a föld alatti magyar robogásban. Elmenni a végállomásig és vissza, csak azért, hogy a legszebb magyar mondatokat újra meg újra. Értitek, ugye? Mert csukódnak és záródnak, és tessék és kérem. Úgy tűnik, csupa szeretet, csupa boldogság, csupa megszólítás. Csupa szórend és csupa szórendiség. Semmi ajakkerekítéses pökhend és pökhendiség. Szeretnék vissza, oda, abba, ismét, megint és állandóan és folytonosan és megszakítás nélkül és mindig, mert ehető iható mondatok, laktatóak és elbágyasztóak. Szájunk szélén lecsordul egy-egy kortnyi, hogy ódnak és ázni és remés tók. A mohó rágásban, nyelésben, fuldoklásban lehull egy-egy morzsa, hogy aj, és tess, és kér. Mit tettetek a legszebb magyar szavakkal? Mit tettetek a legszebb magyar mondatokkal? Miért olyan háztetős, miért olyan kampos, miért olyan veláris ez az ajakkerekítéses ország? Hova robogunk a víz alatt, a hídavatás kísértetei alatt, a Dunába lőtt zoknik és harisnyák, a parton hagyott cipők alatt, a kopásban, a rutinban, a közönyben, távolodva a legszebbségtől, sőt a szépségtől, de még a széptől is, ahogy vissza-visszaugrik a lemezjátszó tűje. De azt is, ki érti már? Mit tettetek a legszebb mondataimmal? Csak annyi maradt belőlük, hogy záródnak. 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 Záródnak az ajtók. Csak annyi. Kint maradni, bemenni. Szeretném még egyszer megkönnyezni azt, hogy Berettyó Újfalu, vagy házon kívül tartózkodik, vagy nyitva tartás, de már nem láng, nem anya, nem szűz, nem sírok. Az imént Markó Béla ajakkerekítés című művét hallhattuk Kránc Virágnak az előadásában, aki itt a vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban téged is. A fehérvári versünnep döntéje kapcsán vártunk téged is itt egy beszélgetésre, hiszen bekerültél a 12 közé. Miért pont ezt a verset választottad? Markó Béla egy kortárs költőnk. Voltak, akik ugye kicsit régebbről választottak elődeink előtt költőktől. Te miért pont őt választottad? Hát igazából nem saját döntés volt, amit nem bántam meg. Általában, hogyha nem találok magamnak verset, akkor a felkészítő tanárom, Ferenci Noémi tanárnő, küld nekem verseket, ezt éppenséggel konkrétan ezt a verset küldte nekem, hogy ezt találta, és mennyire fantasztikus, és amikor először elolvastam, akkor nem éreztem át igazán. Akkor nagyon furcsa versnek tűnt, és általában furcsának is tűnhet annak, aki először hallja vagy olvassa. Viszont ahogy ment az idő, egyre jobban megértettem, és megszerettem, de nagyon, nagyon megszerettem. És igazából
így került a birtokomba. Nem annyira rövid ez a vers, nagyon sok szó van benne egyébként, amik így, tehát nem olyan ritmikája van, amit mondjuk könnyen lehet tanulni, hanem hogy sokfajta gondolat van benne, ami picit nekem nehézkesebb lenne tanulni. Neked mennyire volt nehéz megtanulni ezt a verset? Eléggé, mert nem tudom, azért volt nehéz, mert nem tudtam átérezni. Ha egy verset átérzek, akkor sokkal könnyebben tanulok. Viszont ezt az elején még nagyon-nagyon nehezen. És hát nem azt mondom, hogy az utolsó pillanatig húztam, de azért már a végén jártunk, amikor sikerült tényleg megtanulnom, és éreznem magát a verset. Mit üzen ez a vers szerinted így nekünk, a közönségnek, vagy neked, aki ezt átadtad nekünk? Hát összességében, ha egy mondatban el kell mondanom, az, hogy a magyar nyelv az mennyire szép. Hogy mennyire szép, és nem a tipikus, ami tényleg szépnek is hat, szavakat kell figyelni, hanem azokat az általános dolgokat, amik a napjainkban történnek, általánosan beszélgetünk, hogy tényleg ezek mennyire fantasztikus szavak, mondatok. Ugye mondtad, a Ferenci tanárnőt, ő volt a legnagyobb segítséged így a felkészülésben? Igen, mondhatni. Igazából mindig is. Már 4 éve, hogy oda járok a Ciszterbe, és mindig is nagyon sokat segített nekem. Természetesen a magyar tanárom is, aki az osztályfőnököm, Bércesi tanárnő, ő is sokat segített, meg az, hogy magyar órán el kellett mondanom a verset a többiek előtt, azért az is egy löket volt. Ez mennyire nehéz egyébként, amikor a társaidnak kell elmondani, kiállni előjük, ugye picit másabb szituáció, mint amikor a zsűri elé állsz ki. De... annyi szempontból jobb, hogy ismernek. És azért azokat a reakciókat, amiket mutatok, azt érzékelik többségében. Ezért egy kicsit könnyebb oda kiállni, de azért mégiscsak izgulok akkor is. Viszont van, akinek mondjam a verset. Szóval tudom, hogy kihez célozhatom. Ha általánosságban nem is érdeklődnek annyira a versek iránt, mint én, attól még tényleg van, akire számíthatok, és mondhatom neki. Hányadik vers ünneped ez egyébként? Legelső. Mert ezek szerint akkor szereted a verseket, ugye? Igen. Mondod is a verseket, és ez az első. Miért pont csak most került el idáig az hát életed? Elég hosszú utat jártam be 4 év alatt, és nagyon kevés önbizalommal indultam. És úgy érzem, hogy most értem el abba az időszakba, amikor kimertem állni olyan nagyobb közönség elé, mert más versmondó versenyen már voltam, de hogy ilyen nagyobb közönség elé, és tényleg ami nagyon, hogy mondjam, hogy eléggé fontosnak mondható ugye a város életében is, ez volt az első, és tényleg nagyon nehezen vettek rá erre is. És bekerültél egyből a döntőbe. Ehhez mit szóltál egyébként, amikor ott kihirdették, hogy hát bent vagy a döntőben? Nagyon örültem, rettenetesen örültem. Megmondták előre, hogy be fogok kerülni, de nem igazán akartam hinni, megint csak az önbizalom miatt. De amikor én elmondtam a versemet, akkor bementem és elbőgtem magam, mert éreztem, hogy jól sikerült. Igen, azt azért általában érzi az ember, én is volt, hogy verseltem, és azt azért érzi az ember. Ugye azt mondtad, hogy a Ciszter gimnáziumba jársz, a Ciszterci gimnáziumban, most hányadik osztályos vagy, mit lehet rólad tudni? Végzős vagyok. Hát igazából készülünk az érettségire. Nehéz időszak, de úgy gondoltam, hogy nem szeretném kihagyni. Mi szeretnél lenni? Vannak-e terveid mondjuk így a versekkel kapcsolatban, az előadó művészettel kapcsolatban? Nem, azzal kapcsolatban nincs. Konduktorira szeretnék menni, a Semmelweisre. Ez a nagy álmom. Akkor így a versekkel kapcsolatosan így megmaradsz a saját magad verselés, vagy hát igen. Igen. Verselésnél. Mi a következő vers egyébként így, ami szerepel a tervekben, ugye, amit már elméletileg kiválasztottatok, ugye, akik igen. mentek a döntőre? Hát nagy valószínűséggel, még, hát igazából már elkezdtem tanulni, de ha hirtelen belefutok egy másikba, akkor azt sem fogom elvetni. Reményiktől fogok verset mondani, maradok az erdélyi költőknél. Elég érdekes a címe, úgyhogy így, az a címe, hogy Szeretnélek mellén ragadni.
de egyáltalán nem valami hasonló témájú, hanem nagyon-nagyon mély és komoly. Te választottad egyébként ezt, vagy pedig ebben is segítségedre volt a tanárnő? Nem, ezt most én választottam. A tanárnő is küldött verseket, de valahogy nem fogtak meg, és a költők között keresgéltem, és szembe jött velem Reményik, és elkezdtem nézegetni a verseit, és ezen megakadt a szemem, és nagyon tetszett maga a gondolat, ami mögötte volt, de tényleg ez igazából nagyon-nagyon nehéz vers, és direkt arra törekedtünk, hogy valami számomra olyat válasszunk, ami kihívás. Oha. Ez érdekesen hangzik, biztosan akkor majd jó lesz. Már elkezdtél ebbe tényleg így akkor készülni? Tehát, hogy, vagy pedig így a mentort azért megvárod, ugye nem sokára indul a mentorprogram. Igen. Mit vársz egyébként így a mentortól, hogy miben fog tudni neked majd tanácsokat adni, vagy segítséget adni? Hát igazából az, hogy még mélyebben megértsem a vers mögötti tartalmakat, hogy tényleg leássunk a vers legmélyére, mert hallottam az előző évekből, ugye előző versünnepes döntősök közül, hogy miket is csináltak a mentorral, és megdöbbentő, hogy mennyire a vers mélyére ástak, és mennyire megértették a mentoráltakkal a versnek a lényegét, és tényleg ezt szeretném, hogy én is annyira belemélyedjek egy versbe, hogy minden porcikámmal azt érezzem. A zsűriről mit gondolsz egyébként, akik előtt elő kell adni azért ezt a verset is? Hát, félek, hogy a versválasztásom az nem fog tetszeni, mert tényleg olyan témájú, ami egy fiatalhoz nem minden esetben illik, és ettől nagyon félek, viszont nagyon remélem, hogy tetszeni fog nekik az, amit én nyújtani tudok. És hogyha esetleg a döntőn nagyon jól szerepelsz, akkor sem gondolkodsz el azon, hogy esetleg nem konduktori pályára, hanem valami mást kellene? Nem. Érzem, hogy az az én hivatásom, már ha sikerül bekerülnöm, és nem szeretnék. Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Nagyon sok sikert kívánok, és kívánunk neked így a döntőben, meg így az életed alakulásában is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. A fehérvári beszélgetésekben két döntőst, a fehérvári versünnep két döntősét ismerhették meg, Balázs Fannit és Krenc Virágot. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!